Nincs megállás az SKKA számára. Bár a legutóbbi hétvégén nem lépett pályára Pődör Zoltán együttese, kemény edzésekkel hangolnak a soron következő feladatra. Nincs könnyű helyzetben a vasi együttes, amely legutóbb az MTK ellen nagyon közel állt a meglepetéshez. Az utolsó pillanatokban elveszített találkozó óta viszont nagyon motiváltan készülnek a játékosok, és a tréningek jó hangulatban telnek. A klub vezetőedzője próbált új impulzust adni a játékosoknak, aminek már érezhető hatása is van. A legfőbb változás az, hogy 5, hát igazából 6 ifistát felhoztam a felnőtt keretbe, így 21 fős kerettel dolgozunk. Ez két okból jó, tehát egy az, hogy tehát nem leosztott lapok vannak egy-egy mérkőzésre, hanem ugye itt azt gondolom, hogy a heti munka alapján fog kiderülni, hogy ki fog bekerülni, de én azt most látom, hogy már ez egy nagyon jó kombó, már látom a lányokon, hogy az idősebbek, akik itt vannak, hajtanak jobban, egy kis motivációt ad, hogy itt vannak a fiatalok. A fiataloknak meg egyértelmű motivációt ad, hogy egy nagy csapatba edzhetnek. Az SKK a 14. fordulóban a Dunaújváros csapatát látja vendégül az Aréna Szaváriában. Számítanak a hűséges szurkolók támogatására, amelyre nagy szüksége is lesz az együttesnek, hiszen a DKKA sincs túl jó formában, és ezt a vasilányok kihasználhatják. A soron következő ellenfél a legutóbbi 4 találkozóját elveszítette, így ez kiváló alkalom lehet Pődör Zoltán együttesének a pontszerzésre. Az SKK a Dunaújváros találkozót vasárnap rendezik 15 órai kezdettel.